A Szent János Kórházban tartották ezúttal az egyre népszerűbb helytörténeti sétát. A résztvevőket dr. Katona József fülorgégész főorvos vezette végig a kórház nevezetességein. A főorvos ugyanis már évtizedek óta kutatja az 1887-ben épített kórház történetét. Egyre népszerűbb a helytörténeti séta, ez hanyadik? Hát idén ez a második. Összességében, mivel tavaly indítottuk a helytörténeti sétasorozatot, ez már a hetedik sétánk. Tehát én is nagyon örülök annak, hogy most ezen a sétán is több mint 50-en eljöttek, 50 érdeklődő is kíváncsi volt a János Kórházra, de volt már olyan sétánk, ahol több mint 120-an voltak. Tehát én is elmondhatom, hogy nagyon örülök annak, hogy nagy népszerűségnek örvend, az emberek szívesen mozdulnak ki, szívesen jönnek, rááldozzák a szombatjukat és arra, hogy megismerjék a szűkebb környezetüket. Hogy esett a választás a János Kórházra, és kit kértek meg arra, hogy körbe kalauzolja önöket? Eredetileg úgy gondoltuk ki ezeket a helytörténeti sétákat, hogy egy-egy városrészt mutatunk be. Viszont amikor ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy melyik városrész mikor kerüljön sorra, akkor jutott eszünkbe, hogy hát itt érdekes intézmények is vannak, és hát egyik a János Kórház. Sikerült felvennünk a kapcsolatot egy olyan főorvossal, Katona József főorvossal, aki évtizedek óta kutatja a kórház történetét, tehát abszolút autentikusan el tudja nekünk mesélni. Tulajdonképpen minden téglát ismer, minden követ ismer itt a János Kórház területén, tehát ő nála jobb előadót nem találhattunk volna ennek a sétának. A Szent János Kórházat 1887-ben kezdték el építeni, kezdetben 300 ággyal. Az 1739-es pestis járvány idején építették a kórház közepén álló kápolnát, amelyre 100 éves fennállása alkalmából tornyot is építettek. 1819-ben József Nádor és neje Mária Dorottya alakították át az akkora elhanyagolt épületet. 1889-ben bővítették a kórházat, Darányi Ignác javaslatára pavilonos szerkezetben. A második világháború idején rengeteg sérültet látott el az intézmény, és 1970-re nyerte el mai formáját. A leglényegesebb a János Kórháznak a kápolnája. Ezt pár évvel ezelőtt szépen felújították, azonban még most is vannak olyan részei, amik felújításra várnak. Maga a kórház az ilyen park szerűen van kialakítva, különböző pavilonokkal, és ezek között az épületek között megismerkedünk a parkban lévő szobrokkal, műemlékekkel, csak úgy, mint maguk az épületek történetével. A következő helytörténeti séta július 1. szombatján lesz a rendőrtiszti főiskolán.